Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint itt van velem Bence. Sziasztok! És szerintem ehhez kezdhettek hozzászokni lassan így a karantén ideje alatt. Elég sok közös videónk lesz, de... Igen, végre megismerjük egymást. A mai videóban Bence fogja értékelni a Zaful rendelésemet. Természetesen ezt az ötletet vagy tematikát nem én vagy nem mi találtuk ki, ez egy nagyon régóta létező tematika. Külföldön nagyon sokat csinálják, ha itthon valaki csinálta, akkor bocsi, nem láttuk. De igen, úgyhogy megérkezett a Zaful rendelésem, amit elmondanék nektek, hogy február 24-én rendeltem meg, és a mai napon április 7-e van. Ja. Az jó vagy nem jó? Az nagyon rossz. Tekintve egyébként pár nagyon-nagyon apró kis információt megosztok, ha valamit menet közben elrontok, akkor azt javítani fogom. 93, majdnem 94 dollárért rendeltem, amit itt láttok mellettem, hogy forintba mennyi, és 4000 forintot fizettem DHL Express szállításért, természetesen nyilván a vírus miatt is húzódott el ennyire, de ezt neked is mondom, hogy a 8 vagy 9 terméket, amit rendeltem, kettő csomagba küldték ki, az egyiket DHL-lel, a másikat postával. A postás része ugyanakkor jött meg, mint a DHL, és a DHL-es részére 5000 valamennyi kezelési költséget és 8400 áfát, vagy vámot, vagy tök mindegy kellett fizetnem, úgyhogy jó. Vicces kör volt, de mindegy, a lényeg az, hogy itt van nálam a csomag. Hány termék lesz? 8-9, nem tudom pontosan, nem mindegyik ruha. Megmutatnék nektek egy valami, ezt te is láthatod, Bence, lényeg a lényegben, ilyen kis szakikba érkeznek a cuccok, azért ne nézz túlságosan, mert első benyomást kell. Csak a zacsit akartam megfogni, mert olyan, ja nem, ilyen fura ízé kinézete volt. Ilyen zacskóba érkeznek, mindegyik külön van csomagolva, sajnos ezt nem én döntöm el, és igen, össze-vissza válogattam dolgokat, és kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni hozzá. Pontoznom kell, gondolom, 1-től 5-ig vagy 1-től 10-ig? 1-től 10-ig szerintem azzal jobban tudsz pontozni, úgyhogy én most lelépek a fürdőbe, és felveszem az első ruhadarabot. Hajrá, csajci! Most, hogy elmentek a lányok, beszélhetünk a Fortnite-ról. Nincs más dolgotok, mint feliratkozni Rebekára és rám. Nyomjátok be a gombot, 3 perc marad, nagyon vészeselnek a telefonhívások. 3, 2, 1, és nyomd be azt a csengőt! És érkezik az első modellünk, a hódmezővásárhelyi 22 éves Markó Rebeka! Becsukom a szemem. Remélem fürdőruha. Ne olicznád! Mehet? Igen. Milyen fázi! Fogd meg! Tudod, mi jutott eszembe? Házi szőttes. Egyébként, szerény véleményem szerint, hát nem egy általános, sima kis pólóról beszélünk, azért ez egy... Nem, azért rendeltem, olyan jó lenne amúgy, hogyha meg tudnátok fogni. Nem szúr? Nem. Amúgy, engem tuti szúrna. Dehogy. Hát belül ugyanolyan. De ez puha. Amíg megformálod a véleményed, addig elmondom nektek, hogy valószínű, hogy ez cickódartó nélkül egy kicsit jobb lenne, mert ugye kilátszódnak a pántok. De azt nem fogjátok látni. És a karantén hurkák nélkül is jobb lenne, de ezt se fogjátok látni. És amúgy nagyon kényelmes. Arra gondoltam, hogy nyáron majd, hogyha vékony leszek és flangálunk erre-arra, akkor tudod, mennyire jó lesz, de jelenleg ezt még nem látom közeledni egyiket se. Na pont az. 10/7. No, az nem rossz. A stílusa is tetszik. Kiemeli a hatalmas szívedet. Nem munkom. Azért nem 10, mert olyan... Nem tudom, ránézek és engem sért. Tényleg? Nekem az ilyen. Nektek is ilyen érzésetek van tőle? Következő. Itt vagyok. Na, ez már jobban tetszik. Tényleg? Aha, ez azért tetszik, mert ilyen, ha bár szeretem az ilyen kis kózi pulcsikat, ami rajtad volt például, mondjuk az nem egy pulcsi, de ez mégiscsak ilyen feszülős, ez is kiemeli a hatalmas szívedet. Gyors megállapítás, amit az elején elfelejtettem elmondani,
iszonyatosan nehezen tudtam választani, annyira gáz dolgok voltak, vagy ami tetszett, az nem volt készleten, úgyhogy nagyon-nagyon nehezen sikerült kiválogatni a dolgokat. Méretekből is elég kevés volt, és hát a tematikát és a sémát azt látni fogjátok a ruhákba, ugyanis amit találtam és tetszett, az crop top volt körülbelül. Ezt azt hittem, hogy jobb lesz egyébként, nagyon-nagyon vékony, iszonyatosan átlátszó. Várom a pontjaidat. 10/7. Ez is? Igen. Oké. 10/9. Hadd fogjam meg? Igen. Igen, 10/9. Ugyanez. Kis kigombolható gombok. Jól néz ki. Na majd azt én megnézem. Nagyon-nagyon vékony az anyaga, ilyen nyári, és egyébként iszonyatosan hideg az anyaga, de nagyon kényelmes. És ebből lehet, hogy vettem volna kisebbet, nem tudom, hogy mekkora a méret, lehet, hogy csak emmes volt belőle, viszont egy kicsit ilyen lötyögös, de nagyon kényelmes. Mit látsz? Semmi, csak megnéztem. És szerintem ezt imádni fogom, úgyhogy... Nekem ez nagyon tetszik. Nekem is. Begombolva tök jó. Kigombolva, ki nem mész a házból. Befogom ragasztószalagba, nem, izével, befogom... Kigombolva se olyan durva. Ne, ne gyere ide! Annyira kíváncsi voltam, hogy mit fogja. Kigombolva se durva, de pillanatragasztóval befogom a gombokat ragasztani. Ki nem mész innen így? Jaj, amúgy... Kigombolva egy fesztiválra szerintem simán jó. Igen. Tehát ennél sokkal-sokkal durvább. Ha nincsenek a fesztiválon senki. Készülünk? Igen. Ez nagyon cuki. Ez, fogd meg. Ezt vártam a legjobban. Hú, de jó fogás van. Ez a felső, úristen! Nekem ez az ízi, ez pura. Itt, ez. Mondjátok azt, hogy nem csini. Csininek csini. Pont odáig ér, hogy a farmert eltakarja. Tehát nem haskidobós egyáltalán. Szerintem nekem ez 10/10. Nagyon kényelmes, tökéletes a méret. Nekem 10/8. Nagyon, nagyon tetszik. A következő körbe fogok neked hozni kiegészítőket, ugyanis van egy utolsó ruhadarab, amit a végére szeretnék hagyni, úgyhogy most hozom a kiegészítőket. Szólok, ha nyithatod, de még nem. Nyithatsz. Hoppá! Nagyon szerettem volna egy ilyen szemüveget, iszonyatosan régóta. Eski jól áll, sokakkal ellentétben. Amikor kint voltunk édesnyával, meg öcsivel Milánóba, akkor én kinéztem egy Balenciaga szemüveget. Aha. Ami nagyon-nagyon hasonló forma volt, viszont egy picit drágább, és ahogy megláttam, hogy van belőle még készleten, gondoltam, hogy akkor ez van itt egy kis szempilla. Megint csak anyukámtól kaptam, Rebecca! Tényleg ott hagytad? Igen. Na? 10/10. Mit gondol? Tényleg? Aha. Azt tetszik, meg jól áll neked. Egy szín. Valami, egyébként igen rózsaszín. Az egyetlen egy dolog, ami nagyon gáz, hogy a két ortámasz, mert hogy értitek, ez, nem ugyanott van. Erről bevágok nektek egy képet, mert ez nagyon-nagyon jelentős különbség. Hát igen. Egy picit érződik is, de inkább csak így... De ez állítható. Nem. De. Mutasd. Minden szemegnek az ortámasza állítható. Aki hord szemüveget, az tudja, ezek szerint csak hülye vagyok. Túl kicsi a kezemhez, de amikor megfogod, állítható az a kis vastag. Nem szóltam. Akkor teljesen nem... Oh, honey. A következő darab az szerintem az egész holnak a legeslegcukibb darabja lesz. Hoppá! Hát ez... Oh. 10/9. Ez tök jó. Mennyire cuki. Egy kis róka. Szempillás róka. Igazából egy... Firefox.
Egy nagyon kis egyszerű táska. Nem mondom, hogy gagyi, de nagyon egyszerű. Ez a része csillogós, nem hullik róla egyébként ez a cucc. Hála az égnek egyébként. Kis arany lánccal. Egy nagyon aranyos kis hétköznapi táska. És gombazsorra. Igen. Nagyon cuki. Nézhetsz. 10 per 10. Úristen, menő! Hú! Nagyon régóta keresek egy... hát, mondjuk övtáskának, de inkább egy ilyen kis díszt, és... hát, ez nagyon menő. Nekem ez egy kicsit nagy, nem ilyet szerettem volna, ennél kicsit... picit kisebbet szerettem volna, viszont nagyon kényelmes, tök jó bőrhatású anyagból van egyébként az öv, meg maga a táska is. Állítható még bőven az öv, egész innentől idáig. Tehát elég tág skálán lehet állítani, és hogyha találok egy olyan inget majd itt bent a gardróba, amihez tényleg illik, és akkor szerintem baromi jól tud kinézni ez is. Az biztos. Szerintem már most jól néz ki. Nagyon cuki. Ez egy jó kör! Ez egy jó vásárlás volt. Jó, hát az utolsó darab? Yeah. Emiatt vártam a legjobban egyébként ezt az egész szállítmányt, hogy megérkezzen. Úgyhogy... kinyithatod. Szóval még nem nézek oda, emiatt vártad a legjobban? Igen. Na? Azt a... Jó? 10 per 10. Így szőke hajjal, ez a baba kék. Soha nem volt még ilyen kék ruhám, sőt szerintem felsőm se. És amikor megláttam ezt a dolgozást, nagyon megtetszett, úgyhogy... Azt a mindenit, anyukám. Egy kicsit passzós, úgy... mindenhol, de nem biztos, hogy bánom, szerintem. Nem kell annyira megfordulni, jó így. Viccelek. Szerintem nagyon-nagyon jó, és fog meg. Úristen, kb. Mint a pizsibe lennél mi. Nagyon-nagyon kényelmes. Egy kicsit ilyen technikai anyaghatása van, de mégis nagyon-nagyon kényelmes. És remélem, hogy látjátok, de tért fölé ér, viszont comb közép alá, tehát hogyha valaki nem szereti a nagyon rövidet, akkor annak is nagyon jó. Alig várom, hogy valahova mehessünk és felvehessem. Ne csak itthon parádézzak benne. Úgyhogy ez lassan volt... Lassan felveszem én is egyébként a felvétel után. Ez volt az utolsó darab. Megpróbálom nektek lelinkelni a dolgokat a leírásba, viszont amikor tegnap előtt néztem, azt hiszem, akkor egy csomó már el volt fogyva, vagy nem volt belőle csak egy méret, de amit tudok, azt lelinkelem nektek. Várom megint csak a ti értékeléseteket, mert mindig nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nektek hogy tetszenek a dolgok. Neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem ebben a videóban, és kisegítettél. És hogyha tetszett nektek, hogy itt volt velem Bence, és ő értékelte a ruhákat, akkor írjátok meg nekem a komment részlegbe, mert lehet, hogy rá tudjuk venni, hogy máskor is csináljunk ilyet. Az biztos. And Zaful, please contact us. It would be nice. Kérlek, dolgozzatok velünk. Rohadt jó cuccaik vannak, és én is akarok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, köszönjük nektek, hogy itt voltatok velünk ma. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel mindkettőnkre, hogyha nem vagytok még, nyomjátok be a kis csengrikont, hogy mindig kaptatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek minket Instán is, az Insta nevünk mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk ma, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!